Good morning, Dr. Lin. Good morning. How are you? Good morning. So now it's more than 11 p.m. in Malaysia. So it is late. Thank you for your time. Thank you. The night is still young. Yeah? We always say the night is still young. Szóval, jó reggelt, Dr. Lin, jó reggelt, László. Dr. Lin, nálad Malajziában már több mint éjjel 11 óra van, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy szántál ránk időt és itt vagy velünk. És igen, László, mindig nagy öröm veled beszélgetni. So I take the first question is, please tell us something about becoming the Insan Goodwill Ambassador and $1 One Shield the Insan Campaign. Tehát, Dr. Lim, fel is tenném neked az első kérdést. Azt szeretném megkérdezni, hogy beszélj nekünk kérlek arról, hogy milyen az INSAM jószolgálati nagykövetének lenni, és beszélj nekünk az egy dollár egy gyermek DXN kampányról is. Yeah. So, good morning again. Yeah. So, recently I'm appointed as the Goodwill Ambassador for INSAM. As you know, INSAM is a UN, what do you call, designated NGO to help the malnutrition, the acute malnutrition throughout the whole world. So now we are joining with INSAM basically to what we call to overcome the malnutrition problem. Tehát még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. Amint tudjátok, a közelmúltban engem kineveztek az INSAM jó szolgálati nagykövetének. Ez az INSAM, ez az Egyesült Nemzetek egyik szervezete, mely a világban az alultápláltság ellen küzd, és szeretnénk a gyerekeket segíteni a világon mindenhol. Az a mi célunk, hogy felvegyük az alultápláltsággal a harcot. As you saw, malnutrition nowadays is very serious now. About 40% of the children are suffering from malnutrition. Then every night or so, there are a few million students, you know. There are many millions of children go to sleep empty stomach. You know. That is a very bad situation around in the world now. Okay, so now the extent, together with INSAM, we try to find a way, you know, to overcome this problem. Amint tudjátok, az alultápláltság egy nagyon súlyos probléma az egész világon. Körülbelül a világon a gyermekek körülbelül 40%-a alultápláltságban szenved. Ez azt jelenti, hogy több millió és millió gyermek van a világon, akik úgy mennek aludni este, hogy éhesek, és mi a DXN-nel ezt szeretnénk leküzdeni ennek a programnak a keretén belül. So our solution is very simple. No? Now, actually, before this, we already experimented in India and Pakistan. Okay, then actually they need only 3 grams a day to what they call to solve this malnutrition. So 3 grams a day, they mean one month is 30 days. So about 90 grams, we round it off for 100 grams. So if we can have 100 grams, okay, then we can support one child, okay, a month, 100 grams of spirulina. És a spirulinára fókuszálunk. Ez egy olyan program, amit már kipróbáltunk Indiában és Pakisztánban. Napi 3 gram spirulina már elég, hogy segíthessünk ezeken a gyerekeken, és a mi programunk keretén belül most azt szeretnénk kialakítani, hogy egy hónapon keresztül 100 gram spirulinát tudjunk adni egy gyermeknek, hogy ezzel tudjuk őt táplálni. And to transport the spirulina, okay, from the production all the way and find out we may need $10, no, to go around. Okay, they say they mean we need $1, okay, each month for a child. Okay, that is the concept of $1 for one child. They mean 100 gram of spirulina. Okay, we stand by $1, no, to help them. És kiszámoltuk azt is, hogy szükségünk van arra is, hogy el tudjuk szállítani a spirulinát a gyártó cégünktől, tehát ahol a spirulinát mi előállítjuk, onnan el is kell szállítanunk ezekhez a gyerekekhez. És a lényeg az, hogy kiszámoltuk, hogy havi $10 kell az a 100 gram spirulinához, és hogy több millió tagunk van a világon. Tehát a lényeg, amit kiszámoltunk, hogy $1 egy gyermeket tudsz támogatni abban, hogy a havi 100 gram spirulinájához hozzá tudjon jutni. So now the thing is that how many dollars now you can spare for the child. And in DXN we always say that anything good
the malnutrition is a peaceful movement. Okay, the next question is, can you become rich? Can you become millionaire by helping the malnutrition? Okay, so I'll say yes, it's a big yes. I'm going to explain. Tehát a kérdés ugye az, hogy hány dollárt kell elköltenünk arra, hogy segíthessünk ezeknek a gyermekeknek. Mi a DX-ben mindig úgy tekintettünk a gazdagságra, hogy segíthessünk is másoknak. Mi egy nagyon békés segítő cég vagyunk, és nagyon fontos küldetésünknek tekintjük azt, hogy az alultápláltságot leküzdjük. We encourage our member, no, to donate $10 a month. $10 a month also is a not much of a donation. Okay, if you donate $10 and above, okay, then the DXN will give you the equal amount of the voucher. Okay, so actually you get back your money. And this voucher, you can go and buy the Spirina, okay, with 10% deductions based on sales. You can use the month of the May, okay, to contra your present, this thing. On top of that, you know, if you donate $10, okay, you can deduct this from Spirina products, for the Spirina products, 10% off. So you can get back your money actually. Tehát a mi programunknak a lényege az, hogy szeretnénk arra bátorítani a DXN tagokat, hogy adakozzanak havi $10 ebbe a programba, hogy felvessük a harcot az alultápláltsággal, és mi ezt megháláljuk az adakozó tagoknak azzal, hogy egy kupont fogunk nekik adni. Ez a kupon egy 10% kedvezményre jogosít majd a spirulina termékek vásárlásából, tehát gyakorlatilag le tudod majd vonni, hogyha spirulina termékeket vásárolsz, azaz adakozol, de mi vissza is adjuk neked a pénzedet gyakorlatilag. Yeah. So and for this month we're going to okay. When we deduct for the bonus, immediately we give it a voucher. I mean you get the money back. Excuse me, Dr. Lim, your voice stopped. I didn't hear. Oh, you cannot hear. So actually what I mean is that in this month, okay, we can you can apply for the deduction of bonus, okay, so that maybe from the next bonus onwards we can start to deduct your donation. Then at the same times we'll give you the voucher, no, a value immediately, okay, so that you can actually get back your money. Tehát ez úgy fog kinézni, elkezdjük ettől a hónaptól, hogy a bónuszodból tudod majd levonni ezt a $10, amit fel tudsz ajánlani erre a gyermekeket támogató programra, és mi automatikusan jóváírjuk neked ezt a kupont, amit fel tudsz majd használni vásárláskor, tehát gyakorlatilag visszakapod a programba fektetett pénzedet. So now you and the company... You know, so you get back your money, and then you eat more spirulina, you become healthy, and you can ask more people to donate this thing, then your sale, your PV will increase, then you will become rich. Okay, I think this is a beautiful campaign. This is a beautiful campaign. Tehát gyakorlatilag adakozol pénzt arra, hogy spirulinát adhassunk ezeknek a gyermekeknek a táplálására. Te ebből visszakapsz egy összeget, amit spirulinás termékekre költhetsz el. Ezzel te is egészségesebb leszel, illetve beszélhetsz róla másoknak is, hogy ők is csatlakozzanak, adakozzanak, vásároljanak spirulinás termékeket, és így még gazdagabb is leszel. Tehát ez tökéletesen a mi cégünk profilja, egészség és anyagi jólét. So yeah, Laszlo, this is for the $1 for one tap program. Yeah, it's great. Ez az $1 egy gyermek program. So it's a great idea, Dr. Lim. Thank you so much. Of course, we will join this project. We will donate, and I'm sure it's many MDX and members will join from Europe too. Yeah, they will join us. Yeah. So together, we can fight the malnutrition, and also for those poor children, they have nothing to eat, no. So we try to help them. Nagyon szépen köszönöm, Dr. Lim, ez egy remek ötlet, mi csatlakozni fogunk ehhez a programhoz, és adakozni fogunk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok európai tag fogja követni a példánkat, és csatlakozni fognak a programhoz.
Köszönöm, László. Igen, együtt fel tudjuk venni a harcot az alultápláltsággal, és élelemhez segítjük a gyerekeket. So the second question is, you know, the BICS and research and development team working on any new product or product line? Yes. A következő kérdésem, doktorin, pedig az lenne, hogy a kutatással és fejlesztéssel foglalkozó csapat a DXN-nél dolgozik-e most új termékeken, termékcsaládokon? Yeah, so now for the new products, is think towards a few products. One is a food proper. Okay, now you see DXN, what is the best selling item for DXN now? It's coffee, you know. What is coffee? Coffee actually is day-to-day drinker. Okay, so other than coffee, we're going for this your breakfast, your lunch, your dinner, you know? So we are going to produce proper food, you know, in future. Igen, dolgozunk új termékeken, ami az élelmiszerek irányába tervezünk elmenni. Amint tudjátok, a cégünk legerősebb terméke az a kávé. A kávé az egy minden nap fogyasztásra kerülő termék, és mi szeretnénk ott lenni az embereknél reggelinél, ebédnél és vacsoránál. Tehát a jövőben a valós élelmiszerek gyártására szeretnénk fókuszálni. Lasso, you remember last time for the coffee, we say cheers, okay? You drink the coffee, okay? Then you become millionaire, okay? So now in the future, okay, cheers, okay? You eat the sparina noodles, you take the breakfast, you. Dr. Lim disappeared. Excuse me, Dr. Lim, your video disappeared. So actually, last time we said cheers, drinking coffee so can become millionaire, okay? So now, by taking the breakfast, taking the lunch, taking a dinner, you can also become millionaire. Tehát ugye mi, amikor kávét isszuk, szoktunk vele kocintani, és egymás egészségére iszunk. A jövőben többi étkezésnél is ott szeretnénk lenni a nap során, például a spirulinás tésztával, és hogy ezzel is pénzt kereshessünk, ami célunk az, hogy mindenki milliómos legyen. Tehát a jövőben arra fókuszálunk, hogy akár reggelit fogyasztasz, akár ebédet, akár vacsorát, DXN élelmiszert fogyaszt, és milliómos lehess. Yeah, you see, during this lockdown, actually our sales are not affected. No, our sales are coming back, you know. Okay, the main reason is that because people love our coffee, every day they drink our coffee. So in the future, we'll come out with the noodles. This thing, then people can just take it for their meal, okay? Then it become part of the products. Tehát például ez a nemrég volt vesztegzár helyzet sem volt negatív hatással a mi eladásainkra, mert egy olyan termék, mint a kávé, naponta szükségük van az embereknek, és ugyanígy lesz ez a többi élelmiszerrel is, amit előállítunk, a tésztával, a többi élelmiszerrel, minden étkezésnél ott lesznek a termékeink. Then the second group of products that we are going to train you for the herbology, the herbs, everything. So in the future, so maybe we produce this freeze-dried vegetable, like a dried tomato, a dried leek, this a dried this thing. Then you can prepare the vegetable soup, herbal soup at home, you know, easily. So that's the second line of the products. A második termékcsalád, amin dolgozunk, az a gyógynövényeket, zöldségeket illeti. Ugye tudjátok, hogy mi a fagyasztva szárítás technikáját alkalmazzuk a gyógynövényekre. Ugyanezt fogjuk alkalmazni például paradicsomra és egyéb zöldségekre, mert az a célunk, hogy a jövőben ezekkel otthon könnyen előállíthass egy egészséges zöldséglevest. Yeah. In future we're going to sell you this infuser, no? Okay? Then you can put your coffee, put the tea, okay, put the herbs, then you can infuse it, then you can dry this one, okay, so that it can it become very easy for you to prepare the herbal drink. És tehetjátok ebben, itt le lehet forrázni a kávét, teát, gyógynövényeket. A mi célunk az, hogy a jövőben könnyen elkészíthest otthon ezeket az egészséges innivalókat. Then after that, we have third group product, maybe for the cosmetic, okay, cosmetic, okay. Then also related to your next future,
about the body value, everything. And the product is on the lifestyle, so become a product. És a harmadik nagy termékcsalád, amin dolgozunk, az természetesen a kozmetikumok termékcsaládja. A testápolással is jobban szeretnénk foglalkozni a jövőben, tehát egy teljes életstílus programon dolgozunk. So okay, László, so this is about the future products. Thank you so much. Ezeken a termékeken dolgozunk így most, László. Okay, so the third question is, now when the world economy in on toast due to COVID-19 pandemic, what is the fix and expansion plan? A harmadik kérdésem pedig az lenne, Dr. Lim, hogy most, hogy ilyen nehéz helyzetben van a világgazdaság a COVID-19 járvány miatt, milyen tervei vannak a DXN-nek a terjeszkedéssel kapcsolatban? As the Chinese say, you know, when there is any danger, when there is any crisis, there is always some opportunity. Okay, so now we should not look at the virus, this thing, as some good, you know, 10% good. So now we are going to look, you know, what can we do, DXN, what can we do for this epidemic, for this virus problem? Tehát amikor valami veszély van, vagy valamilyen kritikus helyzet, válság, ez magában hordoz mindig egy lehetőséget is. És nekünk itt a DXN-nél az a feladatunk, hogy ne a vírust nézzük, ne a nehézséget nézzük, hanem a lehetőséget próbáljuk megtalálni, és mi folyamatosan azt keressük, hogy mit tudunk tenni a jelenlegi helyzetben is. There is actually a few good things. First, DXN will go totally online now. That is the thing. So whether you like it or whether you don't like it, you know, so become a totally online company. That means a lot to us now. That means in the future, you stay at home so you can do business. As simple as that. So then now all the logistics, everything, you order something, we'll send to your house. This thing. So the first thing, the first effect on us, we, DXN, will turn online, 100% online. Az egyik legfontosabb lépés, tehát vannak itt ilyen jó dolgok is, amiket hozott ez a jelenlegi helyzet. Az egyik az, hogy mi egy totálisan online cég lettünk, mindent online csinálunk, és ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Úgyhogy ez a jövőben is működni fog az, hogy maradj otthon, és csináld az üzletet otthonról, rendeld meg a termékeket otthonról, és mi kiküldjük neked a rendelésedet. Tehát számunkra ez nagyon fontos most, hogy mi egy 100%-ig online vállalat legyünk. Last time you always go to the restaurant to take the food, you know. Now in this, when this coming virus, you stay at home, going home. So next time, when DXN we sell the food products, no, then you can prepare everything at home, okay? So our food product will sell like anything. No, that is a second opportunity that we can expand the business. És abban is nagy lehetőségek vannak, hogy ugye mi most az élelmiszerek irányába tervezünk elmenni, úgyhogy a jövőben egyszerűen csak maradj otthon, csináld az üzletet, és főzd magadnak DXN-es, készíts magadnak DXN ételeket. Thirdly, due to the advancement of Facebook, here, I cannot go anywhere now. Okay, I saw the last law say, Dr. Lim, I want to live with you. I cannot tell us all. Oh, I'm very busy now. What busy now? Every 24 hours at home now. This thing. So we have to agree. So actually, we will be more on a webinar. We are more on a live on the social. And you can go to my Facebook, you know. Okay, I produce so many this video now. Then every week or so, I have live with Rajesh, live with Tina, live with Laszlo. Okay, this thing. So actually, because of this problem, we actually become more active online, live on the social media. Yeah. És van még egy harmadik nagyon pozitív dolog, az, hogy sokkal aktívabbak lettünk az online felületeken a nemrégi helyzet következtében. Például nagyon aktívak vagyunk Facebookon és az egyéb közösségi oldalakon. Nagyon sok webinárt tartunk mostanában. Én is több videót posztoltam a közösségi médiánkra is. Volt például live élő bejelentkezésem Dr. Rajesh-sel, Lászlóval. Tehát szerintem ez egy pozitív dolog, hogy sokkal aktívabbak lettünk. And this will expand our business. Okay, so next time you stay at home also, we go online, you can expand your business. Yeah.
És ez nagyon pozitív dolog, mert otthon maradhatsz, és onnan egyre nagyobb lehet mégis az üzleted. So next time I stay at home, so cheers, take your breakfast, take your lunch, take your dinner. You also can become a millionaire, you know. So this is also another expansion. Szóval, ha még egyszer beköszönten egy ilyen helyzet, akkor egyszerűen csak azt tudjuk mondani az embereknek, hogy oké, semmi gond, maradj otthon, kocincsunk egy kávéval, reggelizzünk, ebédeljünk, fogyasszuk a DXN termékeket. Then we'll train all of you to go live. No, now many, many members they started to go live webinar, Zoom also free of charge, okay? Facebook Lives, Skype, huh? All these things. Then actually we become more active, no? Even though we stay at home, but we're still very, very active. És annak ellenére, ugye, hogy otthon maradtunk nagyon sokáig, sokkal aktívabbak lettünk, rengeteg képzés volt az online felületeken, rengeteg webinár volt például a Zoom-on, a Skype-on, és minden felületet kihasználtak a tagok az online jelenlétre. And since we are not doing any activity, you know, actually in marketing we save a lot of money. They saving the money, put 10% off for a product like what we're doing now, you know. Maybe in the future we can do it again, you know. Okay, so that Alasso, I think you look at positively. Of course, there are something positive in this crisis actually. És tehát ez a marketing szempontjából is egyébként jó volt. Marketingben tudtunk ugye spórolni azon, hogy online felületekre helyeztük az aktivitásunkat, amit be tudunk fektetni másba. Tehát én azt mondom, László, hogy pozitívan kell nézni egy ilyen helyzetre is, a válságban is meg kell találnunk a pozitívumokat. Yes. So I think László, no need to worry about the virus. I think our lives will proceed as it is. Yeah. Hogy László, nem kell aggódni a vírus miatt, minden pozitív irányba fog haladni. Yes, Dr. Nim, it is true. It is one of the benefit of the One World, One Market concept. So we can stay home and we can work all over the world. Yeah, yeah. Igen, Dr. Nim, ez teljesen igaz. Ez az egyik előnye annak, hogy mi az egy világ, egy piac szlogennel dolgozunk, tehát hogy otthon maradhatunk és az egész világon építhetjük az üzletünket. So my fourth question is, you know, the promotion of the DXN Resort in Penang has also appeared in the latest European issue of DXN Life magazine. So yes. Would you share some information about the DXN new lifestyle program? Yeah. A negyedik kérdésem pedig az lenne, hogy nemrégiben az Európai DXN Life magazinban is megjelent a DXN Penangi resortjával kapcsolatos promóció. Meg tudnál osztani velünk több információt a DXN életstílus programjáról? Okay, we work, yeah, we're working. Then after working, we did recreation, you know. We said that DXN is a lifestyle. Okay, so the basic question is, okay, can we make the lifestyle as a product, okay? Can you go on tour, bring your family, bring your kids, no? Go on tour around the world and making money? You say yes, we can do that, you know. Igen, mi ezen nagyon dolgozunk. Amint tudod, a DXN maga az egy életstílus. És az a célunk, hogy ez az életstílus, ez egy termék is lehessen. Hogy lehetőség legyen arra, hogy utazz, magaddal vidd a családodat pihenni, és közben ezzel pénzt is keres. So DXN philosophy is anything good, you know, will bring prosperity. Okay. Now at the end of the year or at the middle of the year, you bring your wife, bring your family, bring your kids to go around the world. Okay. Okay. In this itself also can become an opportunity for you to become rich. A mi filozófiánknak a legfontosabb része az a bőség, az anyagi gyarapodás. Tehát számunkra fontos az, hogy bármikor, amikor kedved van, el tud vinni a feleségedet, a gyerekeidet, a családodat valahova utazni, és hogy közben ez is lehetőséget adjon neked arra, hogy gazdagabb legyél anyagilag is. And also you can see me a bit luckier today. Not because the light is not good, no, because this few day I go to Langkawi. Now we get two islands. Two islands, you know, and also a hot spring, a salted one, you know. So we started to get all these things and put into this thing. So next time you can go to the Border Valley, you can go to the what do you call the jungle, the forest, and you can go to the seaside.
You can go to the hot spring. We can stay and in an island. Okay. So this lifestyle will become our package. Tehát már két szigeten is terjeszkedünk, az egyik ez a Langkawin és Penangon is már építünk resortot, meleg források is vannak ott, elmehetsz a dzsungelbe is kirándulni, a tengerparton is pihenhetsz, nagyon sok lehetőség van a DXN resortokon belül. Ez az egész egy életstílus, és a mi célunk az, hogy maga az életstílus az egy eladható csomag legyen. Yeah. So now you become DXN member. Okay. After joining DXN, we are making some money. Okay. Now the basic question is, okay, as a human being, you know, sometimes you say that, oh, it's good to have a house in the forest. Okay. It is good to have a house near to the beach. Okay. It is good to have a house in the island, maybe with a yacht and everything. You know. Okay. But our money is limited. You know, you cannot have everything. You know. Tehát ha egyszer DXN tag leszel, és elkezdesz pénzt keresni, emberileg azon is elkezdesz majd gondolkodni, hogy milyen jó is lenne, ha lenne egy házam az erdő közelében, a tengerparton, egy szigeten, ilyeneken kezd el gondolkodni az ember, és mi ezt szeretnénk lehetővé tenni. I buy a house in Australia. I like Australia, no? I go to Eastern Europe, no? I go to Bulgaria. Wow, so beautiful, no? Eastern Europe. I have to buy a house, this thing. But the problem is, I have no time to stay, no? I buy my house in Bulgaria. I think already how many 4 years already. I don't even stay 5 times, no. once a year only. So even you have money, you know, you buy the property, so useless, no? You do not have the time to stay. De azon, hogy ugye, hogyha van pénzed és veszel házat, például én vettem egy házat Ausztráliában, aztán amikor Bulgáriában jártam, nagyon megtetszett a környezet, és Bulgáriában is vettem egy házat, de aztán rájöttem, hogy azon, hogy egyszerűen nincs időm ezeket a házakat élvezni, Bulgáriában is 4 éve megvan a házam, és azt hiszem egyszer, ha el tudtam menni oda. Yeah. So now you live to the extent. We build a house in the forest, like the Bodaberry. We build a house near to the beach. We build a house near to the hot spring. Now we also get huge forest, no? Okay. We're going to build camp. Then in our HQ, Cyberjaya, we're going to have 100 rooms, no? Okay, this thing. Then you can come and stay. You can come and stay, and we have a long stay program for that. Tehát mi a DXN-nél azon dolgozunk, hogy mi építsünk házakat, ahova el tudtok jönni, amikor időtök van és szeretnétek. Építünk házat erdő közelben, rezortokat, házakat az erdő közelében, a tenger közelében is. Mint tudjátok, itt a cég székhelyénél is fogunk szobákat kialakítani, ahol a DXN tagok meg tudnak szállni, és akár hosszú időt is el tudnak tölteni. So now, László, so we charge you 1,500 euro, maybe 1,800 USD, we give you 30 days. Okay, in these 30 days, you can choose now. You want to stay in the mountains, you want to stay in the island, you want to stay in the beach, you want to stay in the middle of nowhere, it's up to you, no? Tehát az lesz a célunk, hogy egy ilyen 1500 euró, egy 30 nap, 1500 euró le fog fedni egy 30 napos ott tartózkodást, és választhatsz, hogy hova szeretnél menni, a hegyekbe, egy szigetre, a tengerpartra, vagy egyszerűen csak a semmi közepén szeretnél lenni, a DXN mindezt lehetővé fogja neked tenni. And it's only 1,800 USD, you know, and not only that, no, you have SV, it's a PV, it is a product. Tehát ez vagy egy ilyen 1800 USA dollárnyi összegért, ez ennek PV-je is van, tehát ez a, ha megvásárolod ezt a csomagot, az beleszámít a havi pontjaidba is. So last time, next time you come to Malaysia, okay, we stay in the forest, Bodaberry, we're drinking coffee, then the next day maybe we go by yacht, I also buy a yacht, no? Okay, I also buy a seaplane, we can go by seaplane, then we landed in the island, okay, then we can go fishing, okay, then after that, maybe the third day we go for a hot spring, we can have some sauna and everything, and yet we're still making money.
Tehát látsz, amikor legközelebb jössz majd ide hozzám Maláziába, akkor elmegyünk egy kicsit az erdőbe, elmegyünk a Border Valley-be, elviszlek jakttal is egy körre, mert vettem egy jaktot is, bejárjuk a tengert, aztán elmehetünk horgászni, utána elmehetünk egy kicsit a meleg fürdővizekhez, elmehetünk szaunázni, és mindeközben pénzt fogsz keresni. I think many members will love this concept. But now in sauna. Now drink coffee, cheers, also you make money. Okay. Now eat your lunch, eat your breakfast, eat dinner, so you make money. So next time you bring your kid to this thing, go around the world, not only in Malaysia. Okay, you also making money. So this is a basic concept of a lifestyle. És azt hiszem, hogy ezt nagyon sok tagunk értékelni fogja, ezt az utazós csomagot. Tudjátok, itt nálunk mindennel pénzt lehet keresni. Ha kávét iszol, kocintunk kávéval, azzal is pénzt keresel. Ha a DXN termékeket fogyasztod étkezéshez, azzal is pénzt keresel. Nekünk nagyon fontos az, hogy ilyen egyszerű dolgokkal pénzt lehessen keresni. Tehát, hogyha legközelebb utazni szeretnél a feleségeddel, a gyerekeiddel, akkor gyertek ide Malajziába, és az utazásról is pénzt fogtok keresni. Tehát ilyen egyszerű ez a mi életstílus programunk, a mi életstílus koncepciónk. It is not only in Malaysia, no. Now we also have land in Thailand, also in Indonesia, no. Indonesia, they want to give me 5 islands, no. I say, hold on, this is a thing. So that we will have it in India, we also have city pet, or we have this thing. So next time, the 1,800 is worldwide, no. Okay, one world, one lifestyle. Tehát, és nem csak Malajziába lehet majd jönni. Tájföldön is vettem most földeket, és Indonéziában is beruháztam. Képzeljétek, hogy Indonéziában 5 szigetet is akartak nekem adni, hogy ott rezortokat építhessek, illetve Indiában is nagyon érdekel egy befektetés. Tehát a lényeg az, hogy egy ilyen $1,800 körül lesz ez a csomag, amellyel tudtok majd utazni, és ennek az új szlogánja az lesz, hogy egy világ, egy életstílus. Yeah. When the thing we are allowed to this thing, then we meet again, okay? And we will campaign to the member, okay? It is a product, no? It is a new product for the exam. Tehát ennek segítségével újra fogunk találkozni, és fogunk ismét. Egyébként ez az az életstílus program, ez az új terméke a DXN-nek. Thank you, Dr. Lim. It's simply amazing. So we are really excited about it. I cannot wait. I want to go immediately to Malaysia. Nagyon köszönöm, doktorim. Ez egyszerűen csodálatos. Alig várom, hogy oda utazhassak. So we are really excited about other program too, about the Sunya program. So please share your vision for Sunya program in Europe and how it can help our distributors. Tehát van még egy program, amivel kapcsolatban mi nagyon izgatottak vagyunk, ez pedig a Sunya program. Tehát arra kérlek, hogy oszd meg velünk a víziódat a Sunya programmal kapcsolatban, mit tervezel Európában ezzel kapcsolatban, és hogy ez hogyan fogja segíteni itt a termékforgalmazókat. Yeah. So last of all, I think this is a good question. Okay. You see, mind and body cannot be separated now. We need to train the mind. We need to take care of the body. So the DXN products basically take care of the body. The Sunya will take care of the mind. Ez egy nagyon jó kérdés, László. Ugye tudjátok, hogy az elmét és a testet nem szabad ketté választani. Mind a kettővel törődnünk kell. A DXN termékei törődnek a test egészségével. So in Europe, first, I think we need to train a few instructors, the Sunya instructor, so that actually I'm talking with Divya, talking this thing, other thing. Actually, in my house in Bulgaria, I can stay maybe 10 people, 15 people, no problem now. So we started to train, okay, some instructor in Europe. És a mentális egészséggel is foglalkozni kell, tehát nagyon fontos az, hogy kiképezzünk Sunya oktatókat. Erről már beszéltem Mr. Debiával is. Beszéltük, hogy ugye ott van a házam Bulgáriában, ott lehetne akár egy olyan 30 ember számára is képzést tartani, mert nagyon fontos, hogy képzett oktatóink legyenek. Then in Europe, we have set up a few this Sunya center, okay? Maybe in Bulgaria, maybe in Hungary, in Czech, in Germany. Okay, actually Germany, their people, no, they already have the resort. Okay, they asked me to go there.
And many resorts, actually, they welcome us, no, to do the sunya there. Okay, we said, why not? We said, why not? Okay, so we are going to select a few areas in Europe, going to teach the sunya to our member. És utána az lenne a következő lépésem, hogy szunya központokat nyitok Európában, arra gondoltam, hogy nyitok Bulgáriában, Magyarországon, Csehköztársaságban, Németországban. Igazából Németországban már hívtak is engem többször, hogy tartsak képzést. Tehát arra szeretnék majd fókuszálni, hogy kiválasztom, hogy a Európa mely területein nyissak ilyen központot. Program? You join Ramsey program. So some of the program actually is a sunya gathering. So at the same time, we tour around and we can train. And the member like very much, no? They come to CDP, you know, to stay with me for 2 nights, for 3 days and 2 nights. And it's very effective. We're going to do the same in Europe, you know. És szoktam itt ilyen szunya összejöveteleket szervezni, összejövünk többen, és mondjuk egy ilyen 3 nap, 2 éjszakás elvonulásokra megyünk el, és hasonló szunya programot szeretnék bevezetni Európában is. Then they told me 3 days, no, now they want 7 days, no, 7 days, okay, 7 days for the higher training. So maybe we can set up the 3 day camps in Europe. 3 days, 2 nights. Like what we do in this DXN gathering, as a gathering, now you stay there for 3 days, 2 nights. But of course, this one is all purely for sunya. Purely for sunya. Aztán majd lehetne 7 napos táborokat is szervezni, hogyha amikor magasabb szintű képzésre gondolunk, de én egyelőre majd azt javasolnám, hogy ilyen 3 nap, 2 éjszakás táborokat vezessünk be Európában, és ezek a táborok, ezek csak is kizárólag a szunyáról fognak szólni. And DB also trained in this sunya before, so DB together with the wife also can become an instructor. No, when I'm not there. So and sometimes also like what Rajesh do, we and also Tina in Philippines, they do online sunya. Okay, sunya is also effective, you know. So we can like today. Okay, maybe we can teach. Then you can start this in your house, or maybe for 20 minutes, for 30 minutes, no. So we can even do it at home. Okay, so we have a very high hope for the Europe. És Mr. Veri és a felesége is nagyon aktívan részt vesznek ebben a programban, akár ők is oktatók lehetnek. Ha én nem is vagyok ott Európában, akkor tudnak ők tanítani titeket, de például Rajesh is képzett, és láttam, hogy például a Fülöp-szigeteken online is tartottak szunya képzéseket a tagoknak. Tehát ezt nagyon fontos megtanulni, és elkezdhetsz otthon gyakorolni, akár csak egy napi 30 percet is. Yeah. So when you have time, maybe you can go to this Dr. Savera, Facebook. Okay, also can go to Tina in Philippine Facebook. So actually every Sunday, I'm live with them, you know. Every Sunday, 3 o'clock Malaysia time, okay, and also 7:30 Malaysia time, okay. You can go to Facebook to see live discussion on sunya. Dr. Savera Facebookon is szokott szunya előadó programokat tartani, és a Fülöp-szigeteken Tina is szokott Facebookon szunya összejöveteleket, online összejöveteleket tartani. Például minden vasárnap malajziai idő szerint 3 órakor és 7:30-kor vannak élőben ilyen programok. And for Europe also maybe I'm up to you, okay? So maybe we can like today, you know, but we'll be discussing mainly on sunya. És Európában is szívesen bevezetnék ilyeneket, ez igazából tőletek függ, majd megbeszéljük a részleteket. And we attracted a lot of scholar, a lot of these people, non-DXN people, you know, they join us, no? Many of them, okay? So actually, this is also one of the way we can get good quality people. But those people who go for meditation, normally they are of better quality, okay? So they're coming in, so they keep on talking about coffee, everything, then they try our coffee, try our product, many of them become a member afterwards.
És tudjátok, ezek a szúnya összetővetelek nagyon sok embert vonzanak, olyanokat is, akik nem DX-en tagok. Tehát ezek a szúnya rendezvények arra is jó lehetőséget biztosítanak majd nektek, hogy minőségi embereket ismerjetek meg, együtt gyakoroljatok, beszélgessetek utána a kávéról, és minőségi új tagokat szerezhettek a csapatotokba. So maybe we can meet more often. Like today, I have no problem. Now every day I've stayed at home. No, so I think once a week I think it should be okay. Thank you. És hogy ennek köszönhetően gyakrabban is találkozhatnánk, akár heti egyszer, tudjátok, én itthon vagyok, úgyhogy bármikor online tudok lenni, nem probléma. Yeah. Okay. So basically, this is a good thing for me. So thank you so much, Dr. Lim. It was amazing. Thank you for the helpful information for the European market. I think now everybody is really excited. Nagyon köszönöm, Dr. Lim, csodálatos volt. Nagyon köszönöm, hogy ennyi információval segítetted az európai piacot, és azt hiszem most mindannyian nagyon lelkesek és izgatottak vagyunk. So finally, please. So finally, I would like to invite you to drink more tea together. Thank you. This is, you know, is the 938th day. This is the 938th day. Yeah. Tehát végül, doktor, én szeretnének meginvitálni egy közös morinzi fogyasztásra. Ez nekem a 938. Cheers. Nap. Cheers. Egészségedre, László. Thank you, Dr. Yeah. Lim. Thank you for your time. Yeah. And I hope we can meet as soon as possible personally too. Thank you so much. Yeah, thank you. So see you tomorrow also in real life, huh? Yes. Thank you. Okay. Bye bye. Nagyon szépen köszönöm, doktor Lim, köszönöm az idődet, és remélem, hogy minél hamarabb tudunk újra személyesen is találkozni. Köszönöm, László, és hamarosan találkozunk.